Nagy szeretettel üdvözöllek, Pető Bence vagyok. Ez pedig a Kitörés a krízisből című podcast. Ezt a sorozatot azért indítottam, hogy együtt küzdjünk meg a koronavírus válság gazdasági és mentális hatásaival, hogy bemutassam, hogyan tudod korlátozni a negatív impulzusokat, hogyan tudod kezedbe venni a sorsod irányítását, hogyan tudod menedzselni az emocionális állapotodat, azaz, hogyan tudsz kitörni a krízisből. A mai epizód egy korábbi előadásom felvételének részlete. Azt javaslom, hogy jegyzetelj, készíts akciótervet, mert egy olyan részletet osztok meg veled, ami a best of-ok egyike. Sok felismerést, mintát és inspirációt ígérek. Készen állsz? Akkor kezdjünk is bele! És hoztam még egy ilyen nagyon rövid tanítást, hogy mit csináljunk a jelenlegi szorult helyzetben. Ugye én azt gondolom, hogy magánemberként és vállalkozóként is alapvetően két stratégiával rendelkezünk. Két dimenzióval, két gondolkodásmóddal. Van egy rövid távú stratégiánk, aminek a célja a túlélés. Ezt egyfajta cash flow szemléletnek is fordíthatnánk, tehát hogy hogyan tudom azt megoldani, hogy este legyen kenyér, tejföl, jó persze azoknak, akik diétán vannak, azoknak abonett, és mondjuk nem tudom én valami humusz, most csak mondtam valamit, de meg akár zapkása, vagy mit tudom én, tehát hogy túl tudjunk élni, és a mai napot úgy zárjuk, hogy minden, ugye a Maslow piramis ismeritek, hogy alapvetően a fiziológiai és a biztonságra vonatkozó szükségleteink azok ki vannak elégítve. Ez a rövid távú stratégia, a cél a túlélés. De van egy hosszú távú stratégia, mert ha állandóan csak túlélünk, akkor a végén azt vesszük észre magunkban, hogy nincs értelme élni, mert már nincsenek céljaink, csak az az egyetlen célunk, hogy túl legyünk valahogy. A hosszú távú stratégiának innováció, vagy innovációs szemléletnek is lehetne hívni, aminek a célja a növekedés és a fejlesztés. És ennek a kettőnek, ami egyébként számos ütközéssel rendelkezik, mert amikor rövid távon gondolkodom, például nem tudom én, tényleg ha akarok bevételt csinálni, az sokszor pont, hogy a hosszú távú stratégiának a gátja lehet. Most csak arra gondolok, hogyha biztos voltatok már benne vállalkozóként, hogyha van egy levelező listátok, és azt a döntést hozzátok, hogy csinálunk egy kampányt, mert most nekünk bevételre van szükségünk, az óhatatlanul sok embert arra fog ösztönözni, hogy leiratkozzon a listáról, mert bombázzuk őket a leveleinkkel. És ezért is szükséges ezt a kettőt egymás mellett futtatni, és amikor úgy döntünk, hogy a hosszú távra is fókuszálunk, vagy hogyha állandóan csak a rövid távban vagyunk, akkor nem lesz hosszú távú perspektívánk. De hogyha a kettőt egymás mellett tudjuk, akkor ki tudjuk egyensúlyozni. Mert hogy, és ez a legfontosabb, hogy a Darwin is mondja, hogy nem a legerősebb és nem a legokosabb marad életben, hanem az, aki a legfogékonyabb a változásra. És minden kettővel kell rendelkeznünk, és az egyik feladatunk az az, hogy amikor döntést hozunk, akkor a legjobb tudásunk szerint hozzunk döntést, hogy az a tevékenység, amit csinálunk, az most szükséges-e a túlélésünk érdekében, vagy inkább más döntés szükséges, és inkább akkor ne éljük fel most az erőforrásainkat, a rendelkezésre álló lehetőségeinket, hanem inkább fektessünk be, nézzük a hosszú távot. Ugye akkor, amikor pánik van, akkor az annak a következménye, hogy az emberek 100%-ban csak az egyik stratégiával rendelkeznek, csak egyre fókuszálnak, csak túlélni akarnak. És ezért nekem az a gondolatom, vagy javaslatom, hogyha mondjuk tényleg azt nézzük, és itt az elmúlt időszakban azért nyilván
megtapasztaltam, meg látom, meg beszélgetve veletek, meg egyébként más ügyfelekkel, hogy a rendezvényszervezés az, azt hiszem, hogy Timi, az most tényleg nagyon nagy kihívás sok előtt van, úgymond, és nyilvánvaló, hogy ez még nem is a tovagyűrűző hatások, hanem ezek az eredeti hatások, hogy ugye az emberek lemondják azért, mert hogy nem akarnak megfertőződni, vagy nem akarnak továbbadni, és a többi, és a többi. De hogy azzal tudod elkerülni egyébként a pánikot, és azzal tudsz nem csorda szellemben dönteni, hanem megfontoltan felelős emberként, hogyha egyrésztről meghatározod a hosszú távon fontos értékeidet, azokat, amikre érdemes most energiát fordítani, és az energia az legyen időbeli energia, legyen pénzbeli energia, legyen kapcsolatokba tett energia, szóval határozd meg a fontos értékeket. Most például azt csinálják nagyon sokan, hogy megnézik azt, hogy milyen kiadás, ugye vállalkozók, milyen költségeink vannak, és mindent fullra lemondunk. Ez egyrészt érthető, de hogy ez egy pánikreakció, és nagyon sokszor akár azokat a dolgokat is most beáldozzuk, amiket évek ideje, vagy éve, hosszú évek során építettünk. Pont tegnap volt egy beszélgetésem a mennyasszonyommal, akivel pont erről beszélgettünk, hogy na, akkor milyen területen lehetne költséget csökkenteni, és például azt fogalmaztam meg, hogy én nem tudom, 2014-15 óta építek egy vevői adatbázist, egy vevői listát. Minden hónapban ezért ki kell fizetni, nem tudom, 25 ezer forintot. Az például egy olyan dolog, tehát hogy lehet, hogy a túlélés szolgálná azt, hogy oké, akkor lemondom, és akkor szevasz, de egyébként meg a hosszú távú stratégiámat meg aztán egészen biztos, hogy áthúzná, és gyakorlatilag mindent, amit eddig építettem, azt így egy tolvonással törölnék el. És ezért fontos, hogy felállíts egy preferencia sorrendet, felállíts egy olyan sorrendet, hogy akkor, amikor szükség van a túléléshez a levegőre, akkor milyen sorrendben vagy hajlandó, úgymond a hosszú távú értékeket feláldozni, mert ez most már, ez akkor viszont erről szól. Milyen lépés ebben, és nem egyszerre mondjuk pánikszerűen mindent eldobni, mert most lehet, hogy ez nagyon racionális, de 2 hét múlva, 3 hét múlva, hogyha bármilyen változás jön, akkor verni fogod a fejedet a falba, hogy egyébként 10 éven keresztül dolgoztam rajta, és egyik pillanatra a másikra eldobtam, és akkor most mi a fenét csináljak. Ha felállítod ezt a sorrendet, akkor viszont lépésről lépésre nagyon-nagyon racionálisan tudsz dönteni, és ebben a pillanatban az egy óriási versenyelőnyt jelent, amikor az ember tud racionális lenni. És ha felállítod a preferencia sorrendet, akkor ez lesz az akcióterved. De egyébként még azt is gondolom, hogy ne feltétlenül rögtön a magadon kezd, hanem gondolkodj el azon, hogy hogyan tudsz mondjuk a kapcsolatokra építve nem tudom én, haladékot kérni, vagy egyébként haladékot felajánlani. Akár, hogyha most itt a pénzről van szó, mert ugye a túlélésnél, amikor az előbb beszéltünk, hogy a túlélés, rövid távon a túlélés a cél, cash flow szemlélet, akkor nyilván egy tekintetben a pénz oldaláról közelítünk. Hadd szakítsam meg a mai adást egy izgalmas kiegészítő erejéig. Sok kérdést kaptam az elmúlt időszakban azzal kapcsolatban, hogy hogyan csináltam, hogy hogyan kezdtem bele a szakértői karrieremben, milyen gondolkodásmód és szemlélet segítettek abban, hogy feladjam a biztos jogászi karriert egy bizonytalanért cserébe. Milyen készségeket kellett ehhez elsajátítanom, hogyan építettem ki az első online vevőszerző folyamataimat, egyáltalán hogyan működik ez az iparág. Szeretném, hogy tudd, ha még nem hallottál róla, hogy van egy programom, ami pont ezzel foglalkozik.
Ennek a neve Brandépítő Mentoring. Ebben a programban megtanítok mindent azzal kapcsolatban, hogy a vállalkozásodat hogyan indíthatod el, hogyan építheted fel a személyes brandedet, hogyan csinálhatsz pénzt a tudásodból, mire figyelj a kampányok elindításánál, legyen az listaépítés, könyvkampány, egy online kurzus bevezetése, vagy akár tagsági díjas rendszer. Összefoglalva, hogyan tudod megnevelni az online értékesítéseid számát, bárhol is legyél most. Tudod, hogy miért érdemes rám figyelned? Én magam mostanra, 32 éves koromra elértem a vállalkozói függetlenség azon szintjét, amikor minden nap azzal foglalkozhatok, amivel imádok, és azokkal tölthetek el időt, akiket szeretek és akikkel akarok. Megírtam 5 könyvet, és több mint 50 szerzőt segítettem abban, hogy megírja a sajátját. Az elmúlt 6 évben több száz vállalkozót mentoráltam, és készen állunk, hogy téged is szolgáljalak. Szóval tedd fel magadnak a kérdést, lehet, hogy ez az a pillanat, amikor el kellene indítanod a saját brandedet, és megtanulnod, hogyan tudod az internetet nem csak fogyasztóként, hanem bevételszerzésre is hasznosítani? 2014 óta foglalkozom az önfejlesztéssel aktívan, tavaly óta pedig egyenesen az USA-ból tanulok az egyik legismertebb önfejlesztő online marketinges influencertől, Brandon Musharnak vagyok a mentoráltja. Ez idő alatt megtanultam, hogy nézzen ki a marketing stratégiám, milyen egy modern véleményvezér üzleti modellje, hogyan építsem fel a hitelességemet, hogyan fognak tőlem vásárolni, mit kellene értékesítenem és mit nem, hogyan tudok jó tartalmat létrehozni, hogyan működnek a tölcsérek, a kampányok. De sokszor kapom meg azt a kérdést, hogyha most indulnál el, Bence, akkor mi lenne az első 5 lépés, amit megcsinálnál? Milyen sorrendet kellene hozzá választanom? Mit csináljak először, másodszor és harmadszor? Milyen eszközöket, milyen rendszereket használjak? Hogyan szerezzek affiliate partnereket vagy online challenge-eket, hogyan indíthatok? Téged is foglalkoztatnak ezek a kérdések? Ha szeretnéd megismerni a válaszokat, hogyha benne vagy, hogy egy 7 napos brandépítő gyors talpalóval alányújtsunk a szándékodnak, és utána havonta élő online tréningeken finomítsuk a stratégiádat, ahol még kérdéseket is tehetsz fel, akkor gyere, legyél részese a brandépítő mentoring programomnak. Ehhez a keresőbe azt írd be petobence.hu/brandépítő-mentoring. Innen minden információt megtalálsz, ami a programmal kapcsolatos. A brandépítő mentoring tényleg komoly embereknek szól. A koronavírus válság miatt elindított podcast sorozat mindenkinek hozzáférhető, de ez a program tényleg csak azok számára elérhető, akik az inspiráció mellett komolyan akarnak dolgozni a digitális megjelenésükön. Azaz tényleg építeni akarják a személyes brandjüket, növelni és szolgálni a célközönségüket, és még több online értékesítést csinálni. Szóval, ha nyitott vagy, hogy ilyen programmal fejleszd magadat, akkor gyere petobence.hu/brandépítő-mentoring. Még egyszer, ékezet nélkül, tehát petobence.hu/brandépítő-mentoring. Újra az egybe az egész, petobence.hu/brandépítő-mentoring. Itt lehetőséged van arra is, hogy válasz kétféle tagság között, havi vagy éves szintű tagság között, de minden információt megkapsz ezen az oldalon. petobence.hu/brandépítő-mentoring. Egy fontos gondolat még, hogyha még nem sikerült átállnod az online-ra, hogyha küszködsz és sodródsz az eseményekkel, hogyha nincs még folyamatosan visszatérő jövedelmed minden egyes nap valamilyen online értékesítésnek köszönhetően, ha most nem élsz a lehetőséggel, akkor sose fogsz vele élni. Ez tényleg egy vissza nem térő lehetőség most a koronavírus járvány közepén és a gazdasági válság előszobájában. És hiába van Facebook közösséged, hiába építettél Instagramon követőtábort, hogyha nincs hozzá megfelelő üzleti modelled, nem tudod, hogyan csinálj igazi kampányokat, hogyan szerez belőle bevételt, akkor bajba fogsz kerülni. És igen, szenvedni fognak azok is, akiknek nincsen követőik, nincsen online jelenlétük, de azok is, akiket ezrek, tízezrek követnek, de nem tanulták meg, hogyan váltsák mindezt készpénzre. Nem akarlak elkeseríteni, de ezek az üzletek szét fognak esni.
Gyere és regisztrálj a Brandépítő Mentoringra, akkor is, hogyha már szakértő vagy, és akkor is, hogyha még csak most döntötted el, hogy azzá akarsz válni. És kezd el a digitális átállást, mert a gazdaság nagyon nehézé fog válni, de ami még ennél is fontosabb, itt az idő, hogy abba hagyd a suttogást. Vezess, legyél példakép, és adj reményt, hitet az embereknek, tedd boldogabbá az életüket, mert igen, mi nem csak túl leszünk ezen az egészen, hanem újraérjük az életünket. Brandépítő Mentoring, várlak szeretettel a programban. Petőbence.hu/brandépítő_mentoring